Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ha testvéred védkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társad, hogy kettőnek a tanúbizonsága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyet értenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, a mai vasárnap evangéliumában, amelyet Szent Máté evangélistától hallottunk, éppen a másikért való felelősségnek a tudatosítása az, amely előkerül, előtérbe kerül, hogy mindenképpen felelősek vagyunk a másikért, és meggyőzni a másikat figyelmeztetve, hogy nem Krisztusi úton jár, az nem ellenségeskedés jelent, hanem egy olyan gondoskodó szeretetnek az odafigyelését, amely nem örül a másik elesettségének, hanem vele együtt érezve, vele szenved. De ez a vele való szenvedés nem passzivitás jelent, hanem a szeretet aktivitását, amely a tevékeny szeretet által a másiknak a segítségére kíván sietni nem a bűnben vagyunk társak, hanem az egymás iránti kölcsönös szeretetben, amelynek alapja a föltámad Krisztus. Ezért tehát, jól mondja valaki, a világot csak a szeretet győzheti meg a szeretetről, hogy tudnélik, emberi életünknek értelme, az az Isten irántunk való szeretete, amely valóban azért jön, hogy kiengesztelje az ember világát az Isten világával, hogy aztán ebben a kiengesztelődésben egymásra leljen az Isteni teremtő szeretet, aki megváltó szeretet is, azzal, akit szeretete által megteremtett, és egyedül csak az embert teremtette az Isten a maga képére és hasonlatosságára. Mit jelent ez? Hogy egyedül az embert tette képessé az Isten, hogy képes legyen viszont szeretni őt, és ez a viszont szeretet, vagyis az Isten ember iránti szeretetének viszonzása az ember részéről az Isten számára, csak a másik ember személyén keresztül lehetséges. Kérjük az Úr kegyelmét ezen a szép vasárnapon, hogy valóban képesek legyünk Krisztus megbocsátó, kiengesztelődő Isteni szeretetét emberi szeretetté, mégpedig a felebaráti szeretetté váltani. Amen.